A MAD-táborban idén is 4 csoport indult, egy rendezői, egy dramaturgiai és színházelméleti, valamint 2 színjátszó csoport. Szeretek írni, és tavaly is ott voltam, és nagyon élveztem a tavalyi munkát, és az idei munka meg még jobb volt, szóval nagyon örülök, hogy ide jöttem. Kicsit mesélsz a részletekről, mivel foglalkoztok idén, illetve mi az, ami érdekelt téged ebben a szakmában? Először is kaptunk egy novellát, amit mindenkinek abból színpadi adaptációt kellett írnia. Majd főként műelemzéssel foglalkoztunk. Most fejeztük be tegnap a Sirály elemzését például, és ma kezdjük a tavasz ébredését. A csapatunk egy nagyon-nagyon jó csapat. Nagyon szeretem őket, ismerjük már egymást tavalyról is. A csoportvezetőnkkel jól megvan a kommunikáció, és az Antigonét dolgoztuk fel. Eredeti szöveggel dolgozunk. Talán ebben találtuk meg a legnagyobb kihívást, hogy a szöveget megtanuljuk, és magunkévá tudjuk tenni és értelmezni azt. A szervezők minden évben olyan szakembereket hívnak oktatónak, akiktől úgy gondolják, hogy érdemes színházat tanulniuk a résztvevőknek. Fiatalabb gyerekekkel foglalkoztam már, a középiskolásokkal még nem is elég nagy kihívásnak bizonyult, ugyanis ez már egy olyan, azért is választottam az Antigonét, hogy ez egy középiskolás generáció, akiknek már szerintem komolyabb dolgok köllenek, másra vágynak, stb. De a kihívás úgy gondolom, hogy pont jó volt nekik, és pont időbe történt. A csoportfoglalkozásokon túl a résztvevők különböző esti programokon vehettek részt. Voltunk a Tanya Színházban, néztük az Entei Magyar Kamara Színházban Nézsik Máténak a Nagybőgő című monodrámáját. A Majoros Róbert tartott egy másfél órás fénytechnikai gyors talpalót, ami nagyon izgalmas volt. Hát olyan Majoros Robisan varázsolt nekünk a színpadra. Illetve társasjátékoztunk, tehát próbáltuk szakmai programokkal is feltölteni a szabadidőt, illetve azért teret engedni a barátkozásnak is. Akárcsak az elmúlt 2 évben, az idén sem lesz gála műsor. A csoportok ma délután nyílt órák alkalmával nézhették meg egymás alkotásait.